kérje, bekapcsolódjon a nemzetközi fejlesztésekbe, és ezek figyelembevételével döntsön a nukleáris üzemanyagciklus hazai vagy külföldi megoldások alkalmazásával való lezárásáról. Legyen jogosult erre a kormány által kijelölt szerv, és legyen biztosított a központi nukleáris pénzügyi alap felhasználásának a lehetősége is. A biztonság és a védettség nem csak műszaki kérdések, hanem az engedélyes és az intézményrendszer szakmai erkölcsi megfelelőségének elhivatottságának kérdése, ami nem absztrakt módon létezik, hanem konkrét személyek által megvalósuló képesség. A törvényjavaslat két szempontból érinti és tisztázza ezt a kérdést. Részletezi a nukleáris létesítmény dolgozóinak fedhetetlenségével kapcsolatos követelményeket. Törvényi szinten rendezi a nukleáris biztonság területén szakvéleményeket készítő szakértők szakmai tudásának előzetes értékelését, amelyet a javaslat szerint független szakmai testület, a Magyar Mérnöki Kamara végezne, amely alkalmas és kész az atomenergetikában érintett szakértők névjegyzékének vezetésére és a szakértői rendszer működtetésére az 1996. évi 58. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat megvitatásával és elfogadásával egy jelentős és időszerű lépést teszünk a nukleáris biztonság és a védettség szabályozása, és ezáltal a megvalósítása érdekében. Meglepő lehet, de nem illetlenség arra figyelmeztetne mindenkit, hogy ez valójában csak egy ideiglenes aktus. Az, aki azt hiszi, hogy a nukleáris biztonság és védettség terén mindent megtett, és elégedette a hátradől a székébe, már rontott is a biztonság színvonalán. A törvénymódosítások egyszerű események, de a biztonsággal való törődésnek folyamatosnak kell lenni, amelyben mindenkinek megvan a maga dolga, az engedélyesnek, az intézményrendszernek, a munkavállalóknak, a vállalkozóknak, a kutatási és oktatási intézményeknek, a szakértőknek, épp úgy, mint nekünk törvényalkotóknak. Köszönöm a figyelmüket! Üdvözlöm ismét a tisztelt házat! Váltogatjuk egymást Jakab alelnök úrral, és megadom a szót Jávor Benedek képviselő úrnak, LMP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, rendkívül fontos törvényjavaslat tárgyalása zajlik most a parlamentben, még ha képviselői és sajtó jelenlét ezt nem feltétlenül tükrözi is. Az atomenergia használatával kapcsolatos törvény módosítása két okból is rendkívül aktuális és egy kritikus pillanatban kerül sor. Egyfelől van egy nemzetközi helyzet, másfelől pedig van egy hazai helyzet. Mind a kettő elmúlt évtizedekhez képest teljesen új megvilágításba helyezi az atomenergia használatát. A fukushimai tragédia nyomán világszerte megkezdődött a vita az atomenergia használatáról és ennek a biztonságáról. Minden kormány mindenek előtt való prioritásként tűzte ki maga elé az atomenergia használatának biztonsági növelését, meg azok a kormányok is, amelyek tovább folytatják, vagy csak időlegesen függesztették föl nukleáris programjukat. Nem beszélve azokról az országokról, amelyek a gazdasági, társadalmi és biztonsági kockázatokat tekintetbe véve a nukleáris energia alkalmazásának kivezetéséről döntöttek, avagy a bevezetés elhalasztásáról. Németország, Svájc lemondott nukleáris energia használatáról, más országok, például Olaszország megerősítette, hogy továbbra sem kíván ilyen energiaforrással élni. Magyarországon is egy nagyon fontos időpillanatban vagyunk, hiszen a közeljövőben előreláthatólag több alapvető döntés születik a paksi atomerőmű sorsát illetően. Egyfelől ugye az élettartam hosszabbítása, a működő blokkok üzemidő hosszabbításának a kérdése van napirenden, ami tulajdonképpen a körmünkre ég, hiszen 2012-ben jövőre lejár az egyes blokk élettartama. Addigra a teljes engedélyezési eljárásnak végig kell futnia, és végig kell mennie azoknak a technikai folyamatoknak is, amelyek lehetővé teszik adott esetben ennek a blokknak a továbbműködtetését. És napirenden van a paksi atomerőmű új blokkokkal való bővítése is. Én a hozzászólásomban alapvetően a törvényjavaslatban foglaltakra kívántam koncentrálni, de tekintve, hogy képviselőtársaim kitekintettek már ebből a kérdéskörből, engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig én is megemlékezzem
azokról a kérdésekről is, amelyek nem szorosan kötődnek a törvényjavaslatban foglaltakhoz. Egyrészt Józsa képviselőtársamra reagálva természetesen el kell választani, és ha van valaki, aki nagyon erőteljesen érvel amellett, hogy válasszuk el egymástól az élettartam hosszabbítás és a bővítés kérdését, az a Lehet más a politika frakció, illetve jó magam. Ugyanakkor az a törvénymódosítás, amiről most tárgyalunk, ez az atomenergia használatának általános kérdéseit rendezi, tehát adott esetben a bővítés kérdéseit ugyanez a törvényjavaslat fogja, a bővítés engedélyezésének a kérdéseit ugyanez a törvényjavaslat fogja rendezni, tehát nem tehetünk úgy, mintha jelen pillanatban nem beszélnénk a bővítés szabályozásáról is. A másik kérdés, ami szintén felmerült itt a vitában hosszú távon a bővítésnek, mint a legbiztonságosabb és legolcsóbb energiaforrásnak a kérdése. Én azt gondolom, hogy itt megint az élettartam hosszabbítása, a bővítés kérdését viszont valóban érdemes elválasztani, és tekintetbe venni, hogy amikor az olcsó atomenergiára hivatkozunk Magyarországon, akkor ezt egy olyan atomerőmű termelési költségei alapján tesszük meg, amelynek a beruházási költségeit igazából nem ismerjük, a 80-as években nem tudjuk, hogy mennyi pénzbe került a paksi atomerőmű létesítése Magyarország számára. Annak a létesítési költségeit jó részt kukorica és uborka konzervben barteresztük le a Szovjetunióval, és ezek a létesítési költségek nem jelennek meg a paksi atomerőmű jelenlegi 10 forint körüli termelői árában. Minden becslés arra vonatkozik, hogy egy új atomerőművi blokk az a jelenleginél lényegesen legalább kétszer magasabb áron tudna villamos energiát előállítani. Figyelembe véve, hogy részben a fukushimai katasztrófa nyomán erősödő elvárások a biztonság tekintetében várhatóan növelni fogják a nukleáris reaktorok létesítésének a költségeit, mindeközben a megújuló energiaforrások költségei, illetve az energiahatékonysági beruházások költségei csökkennek. Nem tudjuk, hogy ezek a görbék mikor keresztezik egymást, tehát jelen pillanatban nem állíthatjuk biztosan, hogy mondjuk 10-15 év múlva az atomenergia nem éppen emelni fogja az energia árát, és nem pedig csökkenteni. Ezekre megfelelő modellezésekre volna szükség, ezek Magyarországon mostanáig nem történtek meg. Az energiastratégia, aminek a társadalmi vitája most zajlik, ezt az először kísérletet Magyarországon arra, hogy megpróbálja egyáltalán becsülni azokat a költségeket, amelyek Magyarország különböző energiastratégiáival együtt járnak. Tehát én azt gondolom, hogy próbáljunk meg egy picit komplexen gondolkozni és megérteni azokat az összetett összefüggéseket, amelyben Magyarország energiapolitikai jövőképét tervezni kell, ahelyett, hogy többszörösen cáfolt és a bulvár újságok színvonalán álló állításokkal próbálnánk vagdalkozni. Visszatérve a törvényjavaslatra. A atomenergia használatával kapcsolatos szabályozás azt gondolom, hogy nem kerülheti meg a fukushimai baleset tanulságaiból a következtetések levonását. Nagyon sok tanulság származik abból, ami Fukushimában történt, hármat emelnék ki ezek közül. Egyrészt a jelentősen alulbecsült kockázatok. Olyan kockázatok, amelyek tényszerűen bekövetkeztek, és amellyel az erőmű tervezésekor, a biztonsági berendezések megtervezésekor nem számoltak. A második a hatósági ellenőrzések és a szankciók hiányosságai. Fukushima kapcsán az elmúlt évtizedekben, mióta üzemben van az erőmű, számos kritikai észrevétel született már meg az erőmű biztonságát illetően, de a hatóság nem lépett fel kellő eréllyel, és a hatóság nem szankcionálta kellőképpen az erőművet, illetve a TEPCO-t, a villamosenergia céget, az erőművet üzemeltető villamosenergia céget, hogy ezeknek a biztonsági kockázatoknak a felszámolását kikényszerítse. A harmadik pedig a balesetet követően is, de azt megelőzően is a kommunikációnak, a tájékoztatásnak az elégtelensége. A TEPCO, illetve a fukushimai atomerőmű elégtelen tájékoztatást nyújtott mind az elmúlt évtizedekben az erőmű kockázatairól, mind a balesetet követően a baleset várható tényleges hatásairól. Ennek nyomán világszerte, és azt gondolom Magyarországon is egyetlen következtetés vonható le, hogy ezeken a pontokon szigorítani, erősíteni kell a nukleáris energia felhasználásának hatósági ellenőrzését. Szigorú felügyeletre, szigorú ellenőrzésekre, pontosabb tájékoztatásra,
jelentősebb szankciókra van szükség. A előttünk fekvő törvényjavaslat indoklásában, célkitűzésében ezeket a fogalmakat nevezi meg. A kérdés az, hogy vajon ezek a célkitűzések megvalósulnak-e a törvényjavaslatban. Meggyőződésem, hogy nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak. Elsőként egy pillantást vessünk az engedélyezési gyakorlat megváltoztatására. Többen kiemelték már az előttem szólók közül, hogy az engedélyezés rugalmasabbá válik, bizonyos értelemben felpuhul. Olyan pontjai vannak a módosításnak, amelyek tulajdonképpen viszonylag homályosan hagyják, hogy például a átalakítási tevékenység területén a engedély kiadása előtt milyen átalakítási lépések tehetők meg. Én azt gondolom, ismerve a hazai hatósági gyakorlatot, hogy egy elég veszélyes utcába sétálunk be, amikor megengedjük, hogy először jelentős, akár több 10 milliárd forintos beruházásokra kerüljön sor az engedély kiadása nélkül előkészítő tevékenység címén, és nincs pontosan meghatározva, hogy melyek azok az előkészítő tevékenységek, amelyekre az engedély vonatkozik. És ezt követően kéne a hatóságnak, amely ugyanannak az államnak a hatósága, amelyik állam egyébként tulajdonosként az engedélyes erőműnek is a felügyelője és tulajdonosa, hogy ennek a hatóságnak egy olyan helyzetben kell dönteni az engedély kiadásáról, amikor az állam tulajdonában lévő erőmű már sok 10 milliárd forintot elköltött. Attól tartunk, hogy ebben a helyzetben nyomás lesz a hatóságon, hogy a kisebb nem megfelelőségeket vagy szabálytalanságokat elnézze annak érdekében, hogy ne vesszen kárba az a sok milliárd forint közpénz, amely már befektetésre került. Tehát egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy az engedélyezés az egy olyan terület, ahol felpuhításra, rugalmassá tételre lehetőséget lehetne adni. Nagyon szigorú engedélyezési eljárásra volna szükség, megkockáztatom, a jelenleginél is szigorúbb engedélyezési eljárási rendre lenne szükség. Lépjünk tovább, nézzük meg azt az elemet, amellyel a javaslat ellensúlyt kíván képezni az engedélyezés felpuhításának, ez az ellenőrzésnek a kérdése. Ugye elhangzott megint csak a vitában, hogy a javaslat az ellenőrzésre kívánja helyezni a hangsúlyt, és az ellenőrzés területén megerősíteni a hatóság kontrollját. Mi azt látjuk, hogy az ellenőrzés területén sem valósul meg kellőképpen a szigor és az elővigyázatosság elve. Elég nagy szabadságot kap az Atomenergia Hivatal, a hatóság, abban, hogy milyen ellenőrzéseket, milyen gyakorisággal végez el. Azt gondoljuk, hogy pontosan a fukushimai balesetből tanulva, ahol láttuk, hogy a japán, nem a szovjet vagy valamely harmadik világbeli ország atomenergia hatósága, hanem a japán atomenergia hatóság ellenőrzések során nem érvényesítette a kellő szigor elvét. Szükségesnek látjuk, hogy a törvényi szinten sokkal részletesebben és szigorúban írjuk elő, hogy a hatóságnak milyen gyakorisággal pontosan milyen ellenőrzéseket kell elvégezni. A rendszeres ellenőrzési programok szerinti ellenőrzés, amelyek havi, negyedévi és éves ellenőrzési programok szerint kell megvalósulnia, ezeknek a törvényben foglalása nélkül azt gondoljuk, hogy túlságosan nagy szabadságot kap a hatóság abban, hogy maga határozza meg, milyen ellenőrzési folyamatokat hajt végre. Emellett hiányoljuk a törvényből a hatósági mulasztás szankcionálásának a lehetőségét. Ezt egyébként már a kolontári katasztrófa kapcsán is elmondtuk, hogy tekintve, hogy ezek a balesetek gyakran a hatóság engedékenységéből fakadnak, és a hatóság felelőssége nem merül föl kellő súllyal a hatósági mulasztások tekintetében, szükségesnek látjuk a hatósági mulasztás szankcionálásának a megerősítését a nukleáris hatóság tekintetében is. A harmadik nagy terület, szintén Fukushimából tanulva, a nyilvánosság és a tájékoztatás kérdése. E tekintetben azt látjuk, hogy a törvény megint nem
kellően körültekintő. Egyrészt szűkíti bizonyos területeken a nyilvánosság bevonását, például a hatásterület leszűkítése, a biztonsági zónára és az ügyféli jogoknak a megadása kizárólag a hatásterületen, illetve a biztonsági zónában ingatlannal rendelkezők számára. Én azt gondolom, hogy a paksi atomerőmű sorsa nem csak a környéken néhány kilométeres sugarú körben ingatlan tulajdonosokat érinti, hanem a teljes magyar társadalom kockázatviselő fél ebben a történetben, és így indokolatlan a hatásterület leszűkítése a biztonsági zónára és az ügyféli jogállásnak a biztonsági zónában ingatlan a rendelkezőkre való leszűkítése. Ugyanígy hiányoljuk a javaslatból a tájékoztatási kötelezettségnek a megerősítését. 2003-as üzemzavart követően a paksi atomerőmű is hiányos, nem megfelelő tájékoztatást nyújtott. Nincs olyan garancia a törvényben, amely arra kötelezné a nukleáris energia használót, hogy a társadalom számára széleskörű és meggyőző, pontos, naprakész tájékoztatást nyújtson. A paksi atomerőművel, illetve a magyar villamosművekkel szemben éppen a nyilvánosság ügyében több folyamatban lévő per is van, részben civil szervezetek, részben más szereplők, például jó magam is perben állunk az MVM-mel, éppen azért, mert az érintettek a tájékoztatási kötelezettségüket minden eszközzel megpróbálják elkerülni. Azt gondoljuk, törvényi szinten kell rendezni, hogy a megfelelő tájékoztatás megtörténjen. Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott eredeti célokkal a biztonság növelése, a nukleáris energia használata biztonságának az erősítése, ezzel a Lehet Más a Politika frakció egyetért, és egy olyan törvényt tud támogatni, ami ebbe az irányba mutat. A jelen törvényjavaslat ugyanakkor meggyőződésünk szerint nem tartalmaz kellő garanciákat arra, hogy a nukleáris energia hazai használatára vonatkozó szabályozás kellően szigorú lesz, az engedélyezés, az ellenőrzés megfelelően erősödik, és ennek nyomán a nukleáris biztonság növekedni fog. Ezért ezt a javaslatot csak jelentős módosítások után tudjuk támogatni. Az említett hiányos pontokon természetesen a frakciónk módosító indítványokat is be fog terjeszteni. Köszönöm a szót. Következik Bödecs Barna képviselő, Jobbik, ugyancsak 15 perces keretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem kívánom megismételni azokat a méltató szavakat és azokat a gondolatokat, amiket Kepli Lajos képviselőtársam a Jobbik frakció nevében már elmondott, de megerősítem, hogy nem csak támogatjuk ezt a javaslatot, hanem azt a munkát, ami ennek előkészítését övezte, nagyra értékeljük. Én szeretnék ezért most néhány konkrétumról beszélni, amelyek álláspontunk szerint jobbíthatják ezt a javaslatot, a biztonságot tovább növelhetik ezzel a javaslattal kapcsolatban, de természetesen ezek jobbító szándékú javaslatok, és nem teszik kérdéssé ezen törvény szükségességét és elfogadását. Kérjem, hogy gondolatainkat hallgassák meg és fontolják meg. Az atomenergia alkalmazásának, az atomerőművek működésének két fontos biztonsági vonatkozása van. Az egyik magának a működtetésnek a biztonsága, a másik pedig a lezárás utáni évek, illetőleg a keletkező hulladékok kérdésének biztonsági kezelése. Amikor atomerőművekről beszélünk, akkor egyrészről jelen van az a kockázat, ami a nem megfelelő biztonságból adódik, és ami a jelen és a jövő generációk számára komoly környezeti kockázatot és életkockázatot jelent. A másik oldalról viszont az atomerőművek szerepe a mai világban, klímaváltozással sújtott világunkban óriási, hiszen elsődleges szerepet játszanak modern társadalmunkban a széndioxid kibocsátás megelőzésében.
Különösen így van ez Magyarországon, ahol a megújuló energiák alkalmazása gyakorlatilag földrajzi, illetőleg geológiai viszonyaink miatt jelen pillanatban még korlátos. Ilyen értelemben valóban nem kérdés az, hogy Magyarországnak annak érdekében, hogy a jövő generációk számára is élhető világot, élhető földet adjunk át, a jelen energiatermelést atomenergiával is biztosítania kell. Ami az atomerőmű működtetésének biztonságát és az esetlegesen létrejövő bővítés, vagy egy új erőmű működtetésének és a keletkező hulladékok lerakásának biztonságát illeti, a szabályozás jelentős előrelépést tartalmaz, hiszen az eddigi átmeneti tárolás, illetőleg végleges elhelyezés mellett lehetővé teszi a nukleáris üzemanyag ciklus lezárásával kapcsolatos kutatásokat és az ezzel kapcsolatos további lépéseket is. Ugyanakkor természetszerűleg nem zárható ki az, hogy kis és közepes, illetőleg nagy radioaktivitású hulladékok a jövőben is keletkezni fognak, akár az erőmű működéséből, akár a kiégett üzemanyagokból fakadóan. Magyarország akkor, amikor az első paksot létesítette, ezen biztonság tekintetében hátrányban volt, hiszen ebben az időben nemzetközi szerződés alapján biztosította ezen kiégett fűtőelemek kiszállítását az egykori Szovjetunió területére, magyarán szólva olyan nemzetközi szerződésekkel rendelkezett, amivel ettől a problémától megszabadult. Időközben megváltozott a világ, és teljesen egyértelműen a kibocsátó országok felelősségévé vált ezen hulladékok kezelése is. Magyarország az elmúlt években óriási lépéseket tett e probléma megoldására, és a kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése tekintetében közel állunk a megoldáshoz, ugye Bátor-Apáti térségében. Viszont a nagy aktivitású hulladékok végleges, biztonságos elhelyezése jelenleg még nem megoldott. Az egyik oldalról ott áll az igény, és ott áll a jogos követelés, hogy a Magyarország energiafüggetlenségét, energiaellátását a jövőben a paksi bővítés, illetőleg adott esetben új reaktorblokkok létesítése útján biztosítsuk. A másik oldalról viszont ott áll mind a jelen, mind a jövő generációknak a jogos igénye arra, hogy az esetlegesen keletkező és végleges lerakásra kerülő nagy aktivitású hulladékok elhelyezését Magyarország oldja meg. Ezért a Jobbik részéről azzal az indítvánnyal élünk az atomenergiáról szóló törvény 38. paragrafusában foglalt szabályozás tekintetében, hogy egy új atomerőmű blokkok létesítését Magyarország akkor engedélyezze, és akkor tegye lehetővé, hogyha a nagy aktivitású, esetlegesen képződő hulladékok elhelyezését is meg tudja oldani. A biztonság egy másik vetülete a működtetés biztonsága. Ebben a tekintetben is nagy előrelépéseket tartalmaz az előttünk fekvő szabályozás. Ugyanakkor itt is látunk még további biztonságnövelésre lehetőséget. Az atomenergiáról szóló törvény 36. paragrafusa ugyanis az repülési tilalmakról rendelkezik, amelyik a jelenlegi javaslat szerint az atomerőművek, kutatóreaktorok és kiégett üzemanyagok átmeneti tárolója feletti repülési tilalmat szabályozza. Úgy véljük, hogy a radioaktív hulladékok átmeneti tárolóját is védeni kellene. Magyarán szólva a Bátor-Apáti térségre is javasoljuk kiterjeszteni ezt a repülési tilalmat, és nyilván ennek mértékéről külön jogszabály rendelkezik. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország biztonsága ugyanúgy megköveteli
az átmeneti tároló, vagy az itt létesülő végleges tárolónak a teljes biztonságát, mint magának az erőműnek a területe és az erőmű területén elhelyezett kiégett fűtőanyagok átmeneti tárolójának a védelme. Az atomerőmű biztonsága az egyrészt technikai biztonság, más oldalról az ott dolgozó és az ottani őrzésvédelmet biztosító személyek és szervezetek által nyújtott biztonság is. A javaslat számos részletes rendelkezést tartalmaz abban a tekintetben, hogy ez a személyi állomány, aki ezt a működtetést és ezt a védelmet biztosítsák, megfelelő fedhetetlen előélettel, fedhetetlen életvitellel rendelkezzen, és semmi olyan ügyben ne lehessen érintett, sem a jelenben, sem a múltban, amely az erőmű működtetésének és a nukleáris anyagokkal való szállításnak a biztonságát veszélyeztethetné. Ennek értelmében a javaslat mind az alkalmazottak, mind a fegyveres biztonsági őrség tekintetében módosításokat tartalmaz, és mindkét területen van egy olyan szabályozás, amely az ilyen bűncselekményekben, szándékos bűncselekményekben érintetteket a mentesítési időtartamon túl mutató évekre is kizárja a foglalkoztatásból, illetőleg az őrző védő szervezetekben való működéstől. Az álláspontunk az, hogy aki egyszer ilyen cselekményeket elkövetett, az atomerőmű és a nukleáris hulladékok elhelyezésének biztonsága érdekében véglegesen kerüljön kizárásra ezen tevékenységekből. Úgy véljük, hogy tekintettel arra, hogy itt egy speciális veszélyes üzemről van szó, ez azért nem egy olyan diszkriminatív szabályozás lenne, amivel ezeknek az embereknek a foglalkoztatáshoz való jogait, vagy alapvető emberi jogait a Magyar Köztársaság sértené, és ebben a tekintetben javaslatot szeretnénk tenni a jogszabály szigorítására. Természetszerűleg a fegyveres őrzésre vonatkozó eltérő szabályozás miatt önmagában ez a módosítás az általunk kidolgozott javaslat szerint az ezen szervezetekben való foglalkoztatást nem akadályozná meg, csak azt, hogy azon szervezetek, akiknek ezek a személyek a tagjai, azok ezeket az érintett személyeket az erőmű, illetve nukleáris létesítmények őrzésével, illetve őrzésének vezetésével ne bízhassák meg. Az elmondottakon kívül még van több technikai jellegű módosításunk is, amely inkább a pontosabb jogértelmezést, illetőleg az egyes tevékenységek, mondjuk úgy, hogy rugalmasabb ellátását érinti, a nyelvhasználat, az egyes biztonsági rendszerek használata, adatainak törlése tekintetében, ezeket is javasoljuk, hogy fontolják meg. Egyben pedig szeretném még egyszer megerősíteni, hogy frakciónk a törvényjavaslat elfogadását támogatja. Köszönöm szépen! Simon Miklós képviselő úr következik, Fidesz, ugyancsak normál hozzászólóként. Tessék parancsolni, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő törvény módosítási javaslat, mint ahogy az már elhangzott, az 1996-ban született az atomenergiáról szóló törvény átfogó felülvizsgálatát végzi el. A felülvizsgálatot egyrésztről az atomenergia termelés jogi szabályozásában még bemenő nemzetközi gyakorlat megváltozása indokolja, mint ahogy ezt már hallottuk. A másik indokát szeretném kiemelni, és ezzel szeretnék Jávor Benedek képviselőtársam mondataira is reagálni, mégpedig a változás indokául a 2003. április 10-én
történt a paksi atomerőmű második blokkjában súlyos üzemzavart hoznám fel, amelynek következtében a híradások szerint kis mennyiségű rádióaktív anyag jutott ki a környezetbe. Az üzemzavar nem magában a reaktorban, hanem egy hozzá kapcsolódó segédberendezésben.